Sziasztok, sárga-kékek, a Taxi Quiz egy speciális kiadása, a karácsonyi edíció jelentkezik, amelyben mind az 5 csapatunk, amelyet a szezon során láttatok a Taxi Quizben, részt vesz, és amelynek a fő célja, hogy jól érezzük magunkat. Jó szórakozást! Karácsonyban karácsonyi kérdések. Nos, tehát az első. Hol született Jézus, melyik városkában? Izrael. Mestečko. Mestečko, aha. Pre. Já si myslím, že Příbram. To tam není. Tam Betlehem, Jeruzsálem, nem tudom. Hát, na, egyet mondjál. Betlehem. Zsolti, egyet értesz? Egyet. Így van, Betlehemben, persze, megvan az első pont. Hát biztos. A Dombiti volt az egyik király, tudod? Betlehem. Trubász, olasz is? Aztán. Muszim. Nyilván a Uberba poslední, kde jsme dali, stále na něho a mě vyšlo to. Betlehem, Betlehem. Betlehem, přesně tak, bravo. Pomůžem, začíná na B. Betlehem. Betlehem, přesně tak, nevím, odkud si to věděl, ale super, gratulujem. Já si on pamatám Jeruzalém, Betlehem, to je všetko. Říkej. Betlehem. Něco jsem počul? Betlehem. Našel, souhlasíš? Já musím iba souhlasit. Betlehem, to je ono, máte první bod, gratulujem. Top. Betlehem. Betlehem. Így van, megvan az első pont, bravo! Gratulálok! Hogy kivártok, nem? Két-három másodat, nem mondasz hülyeséget? Hogy hívták a kisfiút, akit otthon hagytak a Reszkesetek Betörők című filmben? Kevin. Így van! Azon nőttem fel, minden karácsonykor megnézettem, most is. A hólapátos hunter. Ó, milyen jó az. Ako sa volá chlapec vo filme Sám doma? Chlapec, ktorého nechali doma rodičia. Kevin. No, na prvý raz. Kevin. Druhý bod z dvoch. Kevin. Nem sokszor láttam azt a filmet. Eltaláltuk, ugye? 63.000-szer. Há, bravo, Johnny. Te is láttad, Dani? Há, hogy ne láttam volna, persze. Kevin McCulkin. Správne, máte druhý bod. Csabi, tényleg. Jelent a harmadik, egy picit bonyolultabb, de itt két pontot is kaphattok. Ha segítség nélkül megválaszoljátok. Ha segítséggel, akkor egy pont. A harmadik kérdés, a Csendes éj dal és a karácsonyfa építésének hagyománya ugyanabból a nyelvterületből származik. Melyik ez a nyelvterület, melyikek ezek az országok, vagy melyik ez az ország? Finnország. Igen. A mi máme taky v Česku ty tradice, ty to, Tichánoc. Že já nemám tradici Tichánoc. Máme? Ale pěseň poznáš. Ne. Nemáme ještě. Máme takého spoluhráča, ne? Pochází z té krajiny, ne? Máme. Most csak húzom az időt, mert nem tudjuk. Igen, és a Csendes éj című dal. Csendes éj az magyar, úgyhogy. Rakoszkán vagy Nemeckán? Veľmi si blízko. Tak blízko už je len Švajčiarsko, v Nemecku a Rakúsku. Ty si tak blízko, že si trafil, presne. To máš za dva body. Mert a Csendes éj az van az a német verzió, az a stílenek, nem? Nagyon jó úton haladsz, igen. Nem tudom. Hát akkor germán. Tichá noc, svetá noc. Oké. Jó voznás? Az eredeti verzió melyik országból van, ugye? Hát így nagyjából, igen. Milyen nyelven van az eredeti verzió? Hát igen, ez lesz majd a segítség. Igen, ez lesz majd a segítség. Mondja, de nem tudom. Az, német. Így van. A karácsonyfa kimondott Németország, a Csendes éj pedig. Aját, ilyen okos vagy. Nagyon jó, káhol. Szlovensko. Tesznye vedle. Jó, kérditek a segítséget? Várjunk, pillanat. Várjunk. Nemecko. Som šokovaný, áno, máš to za dva vody. Ty vole, Minko. Pôvodné meno, pôvodný názov piesne Tichá noc je Stille Nacht. A pôvodne v tej krajine sa vianočný stromček povie Tannenbaum. Tannenbaum? Fin. Fin. Én valami ilyesmire tippelem. Az a Mikulás, nem? Kriszti, já jsem taky rád, že jsi mi vybral takovou dvojičku. Stille Nacht, tak Nacht, to jsou Němci asi, ne? Csendes éj eredetileg Stille Nacht, és a karácsonyfa pedig Tannenbaum. Németország. Így van, német nyelvi területről, konkrét a karácsonyfa Németországból, a Csendes éj pedig egy Salzburg környékéről, tehát mai Ausztria területéről. Úgyhogy egy pontért megvan. Blízko Slovenska, to je? No, jedla ešte dobrým smerom. Hej, Nemecko. Nemecko, odkaz to vedel, super, gratulujem. Na prvý šup. A csapat rangidős játékosának a hazájában, hogy mondják azt, hogy boldog karácsony? Feliz Navidad.
Roti. Honnan tudja? Egyet értesz? Igen. Egyet, hát persze. Így van, tökéletes a válasz. Ez honnan tudtad? Hát a Dévi spanyolul beszélják. Tudod már aztán Feliz Navidad. Feliz Navidad. Az azt jelenti, hogy 5-ből 5. Bravo, tesó, azt a nekem. Legközelebb a Zsolti, hadd maradjon a bombiba, edzen, felülések, minden, eljövök egyedül, jó? 6-szor 1 szállda, megyomok. Eric Davis, Pospanyolski. Feliz Navidad. Feliz Navidad, áh. Feliz Navidad, správne, takže. Takže dneska mu to máme za 100%, Niko. Konečne. Ja neviem. Ty kúkaš na seriály španielsky. Pozrel som jeden kamo. Legidősebb a Davis, no? Feliz Navidad. Dani? Nem az ének, nem? Dani, szerintem? Nem. Hát szerintem Feliz Navidad. Így van, na, bravo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Mert ugye spanyolul van, szívesen. És Eric Davis. Én három pontot hoztam. Feliz Navidad. Super, gratulujem. Dobre. Kruži, dneska si to zvládol výborne. Jak si to videl? Feliz Navidad. To som ešte nezažil, že niekto povie než. Správnu odpoveď skôr, ako zaznie otázka. To, to vedia iba niektorí, iba vyvolení. Čože tak, Čavi, bravo! Čavi, bravo! 5 bodov z 5. Vyložte nás a môžeme ísť domov. Dá čeky! A DAC Taxi Quiz karácsonyi kiadását láttátok, amelynek a végén nem fogunk eredményt hirdetni, hiszen nem az volt a lényeg, hogy ki nyer, hanem hogy jól érezzük magunkat. Reméljük, hogy ez sikerült és jól szórakoztatok. Ha így volt, akkor kérjük, hogy lájkoljátok vagy osztjátok meg ezt a videót. A DAC és a Sangyon kellemes karácsonyt kíván. Hajrá, DAC!